Fémborítás a homlokzaton, vaskeretes régi nyílászárók, sérült lépcsőfokok. Ez a Pécsi harmadik színház épülete kívülről. Az ingatlan belülről is a 80-as, 90-es éveket idézi. Megérett a felújításra a teátrum, mondja a színházat működtető cég tulajdonosa. Ahhoz, hogy a Pécsi harmadik színház művész oldala, tehát a művész színház tudjon működni és tovább tudjunk létezni, ahhoz már szükséges egy korszerűsítés. Mert a legutóbb a régész barátai mamutcsontot is találtak, tehát ez inkább már egy régészeti lelet ez a színház. Meg kell felelni a 21. századnak, és akármennyire is fura gazdasági alapokra kell helyezzünk a művészszínház működését. A felújítás profilbővítést is jelentene, így növelve a lehetőségeket, bevételeket, mondta Moravec Levente. Ez az egyetlen kiútunk van, hogy a nézőteret, a színpadot konferenciákra, egyéb rendezvényekre fölkínáljuk az érdeklődőknek. Természetesen ehhez jól kell kinézzen. A mellékhelyiségektől kezdve a ruhatárig, a büféig, a színész öltözőkig. És még sok minden másik, sorolta a tulajdonos. Az épület megújítása városvezetői szándék is derült ki a napokban. Készült egy több lépcsőből álló felújítási terv, és ugye ennek az egyik része az, amit nem lehet energetikainak hívni, az a belső, mondjuk úgy, hogy közönségterek, mosdók, különböző részek használata. Ezt hívják első ütemnek a színházi szakértők, és azt mondják, hogy ha ez megújul, ezzel lehet plusz bevételeket szerezni, lehet konferenciákat, egyéb rendezvényeket, egyéb eseményeket bevinni, tehát amikor nincs színházi előadás, akkor lehetne plusz bevételt generálni. A városi költségvetésből pénzt biztosít a munkálatokhoz az önkormányzat, mondta az alpolgármester. Az első ütemre, meg még egy plusz részre, amin dolgoznak a szakértők, a műszaki szakértők, hogy ez most fűtés vagy színpadtechnika, ezt eldöntik idővel, ez kialakul, és akkor erre adunk egy 240 millió plusz áfás keretet. Ezt értelemszerűen, mivel városi az ingatlan, ezért az volt a kérésünk, hogy a város fogja a normál felújítási keretbe tenni, ahogy a Városfejlesztési ZRT fogja végrehajtani, és a szerződés szerint üzemeltetheti a Moravec produkció, illetve a harmadik színház az ingatlan. Értelemszerűen a bérbeadás van, akkor annak egy olyan típusú szolgáltatási lába lesz, hogy van egy alapbérleti díj, amit fizetnek a városnak. Támogatási összegeket nem csökkentjük. Így működhet majd a Pécsi harmadik színház. Ruzsa Csaba hozzátette, külön energetikai beruházást is terveznek, ezt pályázati forrásból szeretnék fedezni. Elképzeléseik szerint erre lesz lehetőség a következő 2 évben. Ahhoz, hogy a munkák elkezdődhessenek, még a városi közgyűlésnek rá kell bólintania a bruttó 300 milliós összeg kifizetésére. Ez leghamarabb március 19-én történhet meg.